Tehát a fényevésről volt szó, itt a szünetben már a támadások következtében itt kellett már válaszolni. A fényevésről volt szó, és hogy veszélyes. Igen, veszélyes, mert nem tud az anyag mélyére behatolni a megfelelő fénykvantum és a megfelelő mennyiségben. Tudnék az van, hogy a szervezet nagyon ki van dolgozva, tehát a tápanyagok nem töltik túl, nem rádióaktívak mondjuk, nem annyira túl vannak töltve fénnyel, hogy rádióaktív sugárzóak lennének, hanem csak annyi fény van bennük, amennyi az élethez szükséges. De azt a fényt te megeszed a növénnyel együtt, és kiszabadítod belőle, és ahogy kiszabadítod belőle, földarabolod a molekulákat, és nem csak hő szabadul föl, meg ilyen, amit gondoltak, ugye, hogy a testi hőmérsékletet biztosítsa, hanem igazából a rugalmasságát a sejtjeidnek és mindennek azt biztosítja, a csontodnak a rugalmasságát. Nem csak az, hogy foszfor, meg kálcium, meg nem csak ez, hanem hogy megfelelő töltöttségű foszfor, megfelelő töltöttségű kálcium, oxigén, stb. Legyen ott, mert akkor lesz csak olyan rugalmas molekula ott, amelyik a csontod hajlékonyá, valamennyire hajlékonyá teszi, hogy nem törik, mint a hungarocell. A csontritkulásnál pont ez a probléma, hogy általában táplálkozási probléma is van, meg hormonális probléma is van. Mert nem állnak át a megfelelő táplálkozásra azok, akiknek ilyen csontritkulása lesz, hanem mondjuk elmarad a nőknek a menstruációja, de nem változtat az étrendjén, hanem pontosan ugyanúgy étkezik tovább, pedig ott kéne valamit változtatni, hogy a megfelelő anyagok bejussanak a szervezetébe, ott már nem lehet cicózni, hanem ott már figyelni kell. Vannak ilyen diéták, meg minden, senki nem tudja, hogy melyik a jó. Tehát van mindenféle handa-banda, ezerféle van, ajánlgatják, nyomják, minden van, és árulják neked az ilyen ökörségeket jó pénzért, de a lényeg, hogy nem jó feltétlenül. Tessék, Marcsa. Elvileg lehet olyan gépet vagy kapszulat készíteni, amiben beáll az ember, vagy befeszik az ember például, mint a szoláriumnak, és föltölti? Igen, van ilyen az Amentiben. A hallatottan lelkek, akik mondjuk azt, hogy az istenségek, akik itt kavarnak a Földön, azok úgy befekszenek az Amentibe, ha 10 évig fekszik az Amentibe, akkor 50 évig megint fiatal marad. Megint befekszik 10 évre, megint 50 évig fiatal marad, ez akármeddig folytatható, akár 1000 évig is. Aztán ugye azért előregszik 1000 év múlva már, ez a test. De itt a testekről van szó, nem a lelkekről, a testekről. De van egy ilyen gépezet, ez egy gépezet, amiben be kell feküdni, ott fekszenek benne mesztelenül. Tehát ami a sorozatban szarkofág vagy valamilyen megnevezéssel szerepelt, úgy van. Gyakorlatilag ez volt. Úgy van, ez így működik. És ez létező dolog, nem skifi, hanem létező dolog. Nagy lelkekről lehetne valamit hallani, ami régebben elhangzott, hogy nem tudom, 10 vagy akárhány nagy lélek lejött, és ebből 8 a Kárpát-medencében. A 12-ből 8. 12. A Kárpát-medencében kavar, igen. De már egy most megint meghalt. Tehát most már. Kettő halt meg már, aki testben élt. De jött helyette egy másik, szóval így. A funkcióra, a feladatra rá. Látszik az auráján, hogy nem kamu ember. Tehát annyira látszik az auráján, akik látják az aurát, azok látják, hogy nem kamu. Tehát látják. Nagyon más az aurája. A gyerekek először félni szoktak ezektől az auráktól, aztán meg élnek, halnak érte, olyan boldogok és annyira aranyosan szeretik. És. Tehát először félnek. Mert hogy ijesztő, nem olyan, mint az apám, én meg az anyám. Tehát megijedtől. Van ilyen nagyon érdekes aurák, ami nem egy ember, normális emberi aura, hanem egy egész másmilyen, és ezek a nagy lelkek, azok itt kavarnak. Színében más? Színében is, meg kinézésében is, nagyon-nagyon más. A méretében értelemszerűen? Ilyen golyóbisok vannak körben, meg ilyen nagy gombóc van itt fölül, meg. Tehát az nagyon másképp néz ki, és a gyerekek látják, hogy ilyen egy-két éves korúk látják. Tehát lehet látni, hogy nem rád néz, hanem a fejed fölé. Lehet látni, hogy látja az auráját valakinek. Ez nagyon érdekes jelenség egyébként. Aztán már azt mondják neki, hogy nincs ilyen, hát nem beszél hülyeséget, és akkor a gyerek többet nem beszél hülyeséget. Így működik a dolog. Elfelejtetik vele a látást is. Van, igen, auralátó tanfolyamok voltak, nagyon jók voltak.
a Honti Margó csinált ilyen auralátó tanfolyamot, és az nagyon jó volt. Az megtanult aurát látni, aki ott járt hozzá. Nem mindenki, de azért sok megtanult. Lehet is működik. Csak nézd a fekete, mondtad a közepén, igen. Ó, rengeteg ilyen optikai buli van, rengeteg ilyen van. A 3D képek is hasonlók. A 3D képek is hasonlók. De ez az aura látás. Már azok a 3D képek, amik kamuból csinálnak a tévékkel, mert nekem is van 3D-s tévé otthon, tényleg. Csak ilyen szemüveggel kell nézni. De valami, lehet rajta 3D-s filmet is nézni. 3D-s fényképre gondolok. 3D-s fényképek az is. Az is hasonló, hogy igen, egy pontra koncentrálsz, akkor mélységében is. Az más azokból a darabokból álló képek, azok marha érdekesek voltak. Egy időben nagy divatban volt, hogy csak ilyen össze-vissza pöttyök, de hogyha mögé tudtál nézni a képnek, akkor ebből összeállt egy tigris vagy valami. De nagyon jók voltak. Volt ilyen bolondéria, egy időben divatban volt. Most már a 3D technika határán vagyunk, nagyon rövid időben rendes 3D technika is már megvan régen, a 3D, te már ezelőtt 20-30 éve megvolt, csak még majd először eladják ezt a sok szart, és akkor majd amikor már ez behozta magát, akkor kezdik lenyomni azt, igen. És akkor egy teljesen más milyen. Ezek azok. De ezt a személyzeten mutatják, hogy 74, de látom, hogy 74 nem vagyok színvak, ugye? Mert hogy ezekből nagyon sokféle ilyen ábra van, és akkor meg kell mondani, hogy milyen szám van rajta. Ha valaki nem látja rajta a 74-et, akkor az annak színvaksági problémája van. Mert valamelyik színt nem látja, a zöldet, a téglavöröset, vagy valamit nem látja. És milyen különbség a színvakság és a színtévesztés között? Mert a személyzet megkülönböztetik, hogy a színeket látja, csak a színek tanultak. Megtanultak. Ilyen a zöld, ilyen fiam ez a piros. Fiam ez a zöld, mondta az anyja, és akkor az a zöld. És rosszul is meg lehet tanulni. Teljesen rosszul meg lehet tanulni, és akkor attól kezdve a pirosra azt mondta, hogy zöld, mert az anyád azt mondta. Ez nagyon fontos. Tehát nekem két orvosra hallgató csaj be akarta magyarázni, a menstruáció a nőknek, amikor állapotosak, azért marad el, mert a gyerek azt teszi. Nem, bocsánat, ezek eltés biológusok voltak. Már ez sem tudom. Ahogy már, ugye már volt egy általános iskola, aztán egy gimnázium, amikor tanult biológiát, most már biológusként egyetemre jár, és még mindig ilyen marasságokat képzel. Nagyon zűrös. Mert egy gyerek megeszi, és azért nem menstruál a nő. Komolyan is, azzal táplálkozik. Szóval, mert a nagyanyától azt hallotta. Szóval erről szólt a történet. Nagyon fontos a szülő tanítása, és a maraságokat tanítasz egy gyereknek, az is fontos. Mert akkor aztán azt nem lehet csak úgy kiverni a fejből, az sokkal mélyebben beíródik, mint a világ, amit tanít. És ez jó, hogy így van, csak taníts jót a gyereknek. Ez van. Ja, kaptam. Ez olyan borzalmasan erősen kellett lecsavarni. Nem normális. Hú, ez szeretettel van tele. Bocsánatot kérek, de már két órája dumálok. Tessék már csak. Kipróbáltam ezt a piezo kristály szétvágós. Igen. Kommunikálás. Te vagy a piezos? Én vagyok. Aha, jó. Nem jött össze, nem tudom, nem egy egyszerű feladat. Igen, nem egy egyszerű feladat. Már majdnem. Tudnilik, kell a rádiótechnikához is érteni. Az azért kell hozzá érteni, mert a rádiótechnikában rengeteg dolgot kikerülhetsz problémát. Tehát zajmentes erősítő, mit tudom, mert ki vannak dolgozva, nem kell neked kidolgozni, ott van kész. Tehát, mert ott is az van, hogy engem csak a moduláció érdekel, a rádiónál is, van egy vívőhullám, de a vívőhullámot te nem hallgatod, mert az mondjuk 100 MHz-en van, de a vívőhullámnak a frekvencia modulációja, az bemegy az adónál egy frekvencia moduláció, ráül a vívőhullámra, az ezeket így harmonikáztatja, az elmegy a vevődig, terjed az éter, ugye? És megérkezik a vevődék, és egy aranydetektorral visszaállítja azt a modulációt, amit ráraktak, és akkor ettől kezdve
már meg is van a hang, szép tisztán. AM modulációt? Te AM modulációt viszel rá, de az is mindegy. Miért detektálsz? Semmi. Na mert hogy, hát ez az. Hogy háromféle detektációt is, mert többféle, mert ringmoduláció, mert mindenfélék vannak még. Vagy ringmoduláció is van még, tehát van még egy pár. Moduláció vagy PCM-be adsz, vagy mit tudom. Tehát nagyon sokfélét lehet még csinálni, mert a mikroulambulációk azok PCM vannak. Azok ilyen, ilyen nagyon bolondos modulációval, ilyen impulzus kód modulációval működnek. Na, ha piezo ezt csinálja, amikor nyomkodod, akkor egy feszültséget ad, de hozzá kell ezt tenni, hogyha túl sokat nyomkodod a piezót, akkor az elfárad. Egyszerűen elfárad. Tehát piezos, mit tudom én, zseblámpát nem lehet csinálni, hogy nyomkodod a piezót és zseblámpát világítsál vele, mert 2-3-at szikráztatsz, azt nem szikrázik. Kicsit hagyod pihenni, összekapja magát, megint lehet vele egyet szikrázni. Tehát ilyen, lassú. A piezó ilyen szempontból lassú. Ez a nyomkodás, ennek van értelme, mert ugye beleteszem egy modulációs tekercsbe. A modulációs tekercsbe belerakott piezó, a moduláló digitális, tulajdonképpen egy speciális piezót kellene hozzágyártani, mert lehet ilyen elektrétet gyártani is. Itt Magyarországon gyártanak a kőporc még mindig, ha jól tudom, csinálja. Egy kis vasport kéne belerakni. Miért? Mert amikor mechanikusan táncikál a piezó, akkor az, mint moduláció, meg fog jelenni az adásodban. Vagy a tekercs, amiben a vívő tekercs, ami adja a vívő frekvenciát, az így harmonikáztatja. És ha erre te ráadsz egy modulációt, az a hasznos hullám tulajdonképpen, a vívő hullám csak arra, hogy innen oda vigye. Ez arra van. A rádiónál, a tévénél is ugyanez van. Az azt a vívő hullámot detektálja a te tévé antennád, vagy a rádiónak az antennája, ami lehet egy ekkora darab drót, az abban egy ilyen rezgést kell, és ezt a rezgést kell visszaállítani, amit te ott beadtál az adónál, egy megfelelő demodulációval vissza lehet állítani a zenét, vagy ami benne van. Így működik a rádió. És itt is úgy működik, hogy bele kell modulálni először ebbe a piezóba valamilyen jelet. Lehet ez zene, vagy akármicsoda is, csak úgy kell megcsinálni, hogy ezt az egészet Suzanne-en ne tápegységről menjen meg, ne izé, mert az egészet Suzanne-en bele lehessen tenni egy árnyékolásba. Én azt csináltam a kísérleteknél, ilyen cukros dobozba, egy ilyen szar, tudod, ilyen 5 literes, vagy mit tudom, hány literes cukor, 3 literes, nem tudom, cukros doboz, egy ekkora bádog doboz, vas doboz. Mert vas doboz nagyon lényeges, hogy vas doboz, mert állíkolja a mágnesességet is, mindent, és akkor ott beletettük abba a rádiót. Na most a rádióadó, hogyha ki volt véve, akkor jött a vevőn. Simán. Ha beletettem, akkor nem jött. Ha volt piezó a vevőben, akkor jött. Akkor jött a vívő, na de az nagyon pontosan kell tudni hangolni. Most miután én, mit tudom én, 1500 rádiót áthangoltam újértról célre, vagy mit tudom, érted, vagy ilyeneket, tehát a keleti sávból, nyugati sávból, nyugati sávból, keleti sávból, mindenféle áthangolókat csináltam. Tekercset kellett hozzá esetleg csinálni majd, mert tehát meg volt csinálva, az jó lett, utána működött. Tehát, hogy behozták nyugatról a rádiókat, de nem szóltak, mert a nyugati adás az más frekvencia sávba esett, mint a keleti, ami nálunk volt. És akkor át lehetett hangolni. Vagy mit tudom én, ugyanígy hozzákevertél 1 megát, vagy 11 megát, az még jobb volt, hozzákevertél a hanghoz, egy ilyen plusz oszcillátort hozzákevertél, akkor a gráció tévét lehetett nézni a Balatonon, de eladtam belőle körülbelül 200 darabot, és jó bevásároltam, azt feljelentett a szomszédasszony, drága, rendes ember volt, feljelentett a szomszédasszony, hogy kiraboltam valami áruházat, mert hogy lendolgoztam, egész nyáron dolgoztam, és akkor bevásároltam magamnak, mert semmi, le voltam toprongyosodva. Nem lent toprongyosodtam le, hanem már előtte nem volt ruhám. És akkor vettem magamnak öltönyt, minden, cipőket, mindent, amit kellett. Hát ez egyből elront a rendőrségre följelentően, ez egy ilyen áldott jó asszony volt. Mindenkit följelentett, az áldott. De nem kapott érte pénzt, hanem ez volt a perverziója. Hát az élet már csak ilyen. Úgyhogy
úgyhogy ilyenek voltak. És az a lényeg, hogy ezt az áthangolókát csináltam, hogy jöjjön a Gráci TV-nek a hangja. És az csak egy nagyon egyszerű kis szerkentyű volt. Beépítettem, pillanat alatt beszereltem, negyed dollárt beszereltem a tévébe. Mindenki nagyon elégedett volt, mert a TV képét nézték, de nem volt hozzá hang. És akkor ott már volt Eurovízió, meg mit tudom, tehát ott sokszor volt, nem úgy, mint nálunk, és akkor hú, hát ez nagyon nagy durranás volt, és akkor néztük a Gráci műsort. Nem ilyen jó volt. Mert az olyan vadnyugati volt. Hát nem volt az annyival jobb, mint az itteni, de tudod, azért mégiscsak nyugati volt, azt nagyon kellett nézni. Hát így, azért hallgattuk a Szabad Európa Rádiót is. Nem az, hogy a híreket nem hallgattuk, az minket nem érdekelt, kölykök voltunk, a zene az érdekelt, jó kis kemény rock, meg mit, azt hallgattuk. Hát azt máshol nem lehetett hallgatni, nem lehetett hozzájutni. Itt ilyen helyre rutyutyút akartak mindenáron megsózni, tudod, és csak emlékszel rá, ugye? Meg Zárait, meg a Vámosit, aztán kifütyölték mindenhol őket, mert már fiatalok már utálták. Szépen énekeltek, nem volt azzal semmi baj. Csak már nem az volt a fiataloknak a vágya. Ennyi. Nem. Emberként nagyon aranyos, hogy jól is énekel. Már ezek a limonádé szerelmes dolgok, amiket énekel, tehát az már nekünk nem tetszett. Jó kis rockzene, az már nagyon tetszett. Lehetett rá jobbizni. Tehát milyen jó volt az. Az öregek egyértelműen bologatnak, hogy milyen jó volt az a jobbizás bizony. Milyen jó volt. Ott a jókat rock'n'rolloztunk, meg minden. Mert tiltva volt. A Twistet is betiltották az eltársak a Balatonon. Nekem összenyírták a nadrágomat tollóval, meg mi? Hát ne tudom meg. Végre volt egy rendes nadrágom, nem összenyírták a büdös állatok. Ez ilyen volt. Ja, és hogy milyen a világ? Másnapra mindenkinek ugyanolyan összenyírt nadrága volt. A lázadásból a fiatalok maguknak összenyírták a kotyájukat. És ugye rajta volt nyírtva a gatya. És abban rohangáltunk a Balatonon, milyen izé volt, milyen lázadás volt, nagyon jó volt. Divatullámok itt keletkeznek. Divatullámok itt keletkeznek, és milyen jó. Ez Füreden volt, nagyon jó volt. Tehát a... Mit akartam? Kit akartam? Bet akartam, de mit akartam? Biezo. Na. Ha jól értem, akkor a lényeg az, hogy mind a két, tehát egy kettétől Biezo. Nem kettétől, ketté. Gyémánta a ketté vágott inkább, úgy mondanám. Igen, mert a hosszabb a kettétől, így szart se ér. Jó. Keresztbe kell ketté vágni. Tessék? Lézerrel lehet? Lézerrel is lehet. Lehet, abszolút. Az van. Hát, ha elviszi ezt a Biezot. Hát azért azt nem tudom, hogy elviszi egy kerámiát, mennyire visz. Ha viszi a kerámiát, akkor jó. Mert ez kerámia, ki kell próbálni. Tehát akkor a lényeg az, hogy egy frekvenciát ráadok mind a kettőre, gondolom ugyanazt a vívőfrekvenciát. Nem. Az egyikre ráadok egy vívőfrekvenciát, a másiknál meg a vevőt beállítom arra a vívőfrekvenciát. Arra nem adok rá semmilyen vívőfrekvenciát. Hát a vevőre. Miért adnék rá vívőfrekvenciát? Hát ne vizet, akkor nem tudod, hogy működik a rádió. Hát előbb kell érteni a rádió. Tehát amikor megvan a rádióvevő, meg az adó működése, akkor kell tovább lépni. Azért ajánlottam, mert ilyen párba válogatott ilyen távirányítókat, meg tekercseseket is árulnak, az AliExpressen vettem ilyeneket $2, meg $1. Semmi pénzért, és meg van csinálva, működik, tehát össze van rakva, működik. És akkor csak a tekercset kell kiforasztani belőle, betenni egy nagyobb átmérőjű tekercset azért, hogy beleférjen a piezo. És csak azért. Hogy azt a hengeres piezót be tudja dugni neki. És a vevőbe is ugyanúgy át kell alakítani. Tehát olyan adó kell és olyan vevő kell, amiben tudom cserélni az induktivitást. Ennyi. Tehát akkor elég csak beledugni a piezót, és nem is kell elektróda? Nem kell. Akkor is működik. Akkor is működik, csak rosszabbul. És ezért mondtam, hogy rá lehet ragasztani egy ilyen kettes alátétet például. Az a ekkora alátét. Tehát ez egy ilyen parányi pici kis alátétecske. És az azért kell, mert egy vas. És azt a piezo rázogatja. És az, mint moduláció, már nagyon szépen megjelenik a tekesben, a vevő tekesben is. Bogárkám, hát ennek ez a titka. És működik, biztos működik. Jó kínlódást. Kell vele kínlódni, az nem olyan, hogy kész, összerakom, azt kész. Hát most én vettem egy ilyen rádióvevőt, mennyi volt, $2 vagy valamilyen, vettem, meg is érkezett, szépen van a levélbe küldték, nagyon jó, összeraktam, de
Hát össze, akarom összerakni, nem küldtek hozzá rajzot. Sem, még egy, arra sem, hogy hogy néz ki összerakva. Semmi, nulla rajzot küldtek hozzá. Keresek az interneten, hát megtaláltam, mert a számával megtaláltam, és ott agyáztak angolul, hogy a rohadt életben ez a kínaiaknak a terrorra, mit a minden majd kínai terror, mert hogy nem küldtek hozzá rajzot, hogy rakjam össze. Aztán találtam egy olyat, ami össze volt rakva, lefényképezve. És azt is szerencsére kitette valaki, és akkor összeraktam, azt már működött is. Jó is lett. Csak hát ugye ilyen ökörségek vannak, hogy nem küldenek hozzá egy rajzot sem. Hát ez nem baj, hát ez a fele kihívás, ugye? Hogy a számtalanszor volt ilyen, hát az oroszoknál rengeteg, én ezt hozzá voltam szokva, a szivatáshoz mindig hozzá voltam szokva. Hát a számítógépnél is az volt, hogy az IBM-nél, ha valamit változtattak, akkor küldtek egy lapot, egy csatos könyv volt a gépkönyv, egy csatos könyv volt. Kinyitottad, azt mondták, hogy a 32-es lapot dob ki. Kifűzted a 32-es lapot, befűzted a másikat, és azt ketté kellett tépni és bedobni a kukába. Mert így változtatták meg. Ezettől kezdve találkozott, működött a 26-os, a 26-os, az ment és itt van. Na, az oroszoknál ez már nem egészen igaz. Az oroszoknál ott aztán láttam csodákat. Ó, jött hozzám a ilyen főeltárs kievi gyárból jött, és akkor ott a hajom fent hordta az orrát, meg a fejét, meg minden jött, hogy mi. Mondtam, hát azért mondjuk nálatok is követnek el hibát. Nyemdosko a sipka. Na, mutattam neki, hogy csak annyi a sipka, a hibácska, hogy a nyomtatott áramkör kis így maradt van. Nézd csak ide. És rájt három darab meó bélyegző, meg ott van rajta. Mondd, na csak ez az a sipka, apám. Hogy mind a három meó se szemétláda, mert meg se részte, rá se nézett, mert hát annyira látszott, hogy ott az nincs kimaradva. Tehát, hogy szemét. Nem maradták ki a nyomtatott áramkört, össze volt minden mindennek kötve, rézlemez volt egybefüggően, és nem működik, ez nem működik. Kiveszem a kártyát, miért nem működik? Kiveszem. Ó, a francát, ez nincs kimaradt. Akkor ilyen, azt eltettem, azért tettem el, mert azt mondták, hogy hát ilyen nincs. De van, tessék megnézni. Rajta van a meóbjegző, rajta van minden, tessék megnézni. Na, nem tudtak mit csinálni. Én tőlem nagyon féltek a számtól is. Ó, az nagyon jó volt. Kint voltunk jelve ilyen tanfolyamon, és én meg mindig aludtam. Mert ilyen november volt, ilyen. Így ránéztem a táblára, kapcsásira, hogy aludtam. Hát én tévészerelő voltam, már így ránéztem a kapcsásira, azon már tudnom kellett, hogy azt mondja, micsoda, hogy van. Ránéztem, értem, jó, aludjunk tovább. Na, valamit magyarázott oroszul a Pali. Fordították, de nem, majd oroszul is értettem, Nyiszki Uroveny, vagy mit tudom, már nem volt zavaró. És erre ránézek, erre megint alszom tovább. És kérdezi ott a Tomácstól, hallom oroszul, hogy ez az elvtárs, ez mindig alszik, ez nem, ezt nem érdekli. Jaj, dehogy nem, de hát ez a KGB is tetszik tudni. És akkor hát ugye éjszaka is vigyázni kell az elvtársakra, és a szegény egész éjjel vigyáz az elvtársakra, nehogy valamit csináljanak, és akkor ez a szegény nagyon fáradt. És akkor képzeld el, hogy mi történt. Megyek vissza a szállodába, nyugati WC-papír van a fürdőszobában. Mi történt? Addig ilyen bumáska volt, ilyen A4-es papír, rendes géppapír, fő volt darabolva 4 darabra, és az volt odarakva a WC-papírnak. Hát arra nem tudod kitörölni rendesen a segedet, ugye? Mert az ilyen fényes csúsz, ez nem jó. Hát szerencsére fürdőszobában ki is tudod mosogatni, de azért az mégse olyan jó. Na szóval, és akkor adtak ilyen izé, mint annak idején a kenyére, nem emlékszel, hogy a fél kiló kenyeret vettél, akkor rányomtak egy ilyen papírt a tetejére, emlékszel, a közében. Ilyen sejjepapír darabot így rányomtak. Nem csomagolták be, mint most. Nem, csak így rányomtak egy ilyen papírt a tetejére. Ilyen ragadt még a kenyér, kicsit ragacsos is volt. De aztán itt is az volt. És mondom, milyen izé van, milyen WC-papír van. Hát persze, mert előbb ért oda a hír, hogy én a KGB-s vagyok, és azonnal rendes WC-papírt tegyenek ki, és akkor kirakták a rendes klotyóba. Úgyhogy, hát nem voltam is sose KGB-s, de hát többször megpróbálták elvtársak, hogy menjek oda, mert te gyorsan volt az eszem az övéknél, tudod, és azt nagyon, nagyon jó fizet, tudod?
Én inkább kutató akartam mindig lenni, engem nem érdekelt. Nem érdekelt a politika sem, meg a hatalom sem, soha nem érdekelt. Tehát visszatérve a Piezóra, ezen a kettivágott Piezót egy kicsit át kell alakítgatni magát a Piezót is, azért, hogy a modulációt is rá kell tudni vezetni, így vagy úgy, de rá kell tudni vezetni, többféle módon is lehet. Az a lényeg, hogy a két Piezó mindig egy marad. Tehát kettivágom, ez egy kvantum összefonódás, mert hogy az egyikben több elektron van, a másikban több proton van. Csak hogy ezek a egymáshoz tartozó elektronok és protonok. Tehát ha én kettivágom egy gyémántvágóval a Piezó hengerecskét, és az egyiket elviszem ide, a másikat elviszem oda, ezek akkor is egy Piezó. Képzeld el. Tessék, parancsol. És ez nem fárad? Tehát a frekvenciát közlök vele, nem fárad? De elfárad. Ezt magyaráztam végig, hogy de a Piezó elfárad. Na jó, de hát azért mondanám, hogy hát elfárad, mert hogy 6 megára rezektettem ilyen Piezókat a gravitációs távcsővel, és 6 megán egy 6 megás kvarcoszcillátorra összeüttettem, és abból csináltam jelet, mert ugye ott is két Piezó volt, csak másképp, és a két Piezó benne volt az oszcillátorban, és a minden gravitációs hullám, ami áthaladt rajta, az a Piezót hullámoztatja, hát bogárkám, az rögtön feszültséget csinál benne. Hát az nagyon jó, és rögtön jelet lehet róla levenni, és képzeld el, összeraktam az első ilyen mérőfejet, megvan még, meg tudom nektek mutatni, még megvan. Két szivarkupakból csináltam. Még megvan. És összeraktam a mérőfejet, és mindjárt elsőre 400 millivoltos jelet adott az galaxis közepére, egy kézból. Szóval nem ám drága műszer, mert rossz sem, mert két szutyok Piezó, két ilyen szivarkupak, meg egy kis aranydrót középen, akkor még ezüstdrót volt középen, egy ezüstdrót középen, szóval, mert hogy jó kell neki vezetni, meg jó hullámvezetőre kell csinálni, meg jó, szóval koaxiálisra kell csinálni, szóval vannak neki nehézségei, de hát aki valaki ott nagy frekvenciában dolgozott, annak ez nem nagy dráma. És megcsinálod, és akkor működik. És akkor megcsinálod, hogy így forgattam kézbe, és akkor eltaláltam a galaxis közepét, akkor az addig 40-50 millivoltos jelek, hirtelen szerint 400 millivolt. Ó, mondom, ez már nagyon jó. Egy műszerrel csak direkt. Nem erősítő, nem, közvetlenül a fetes bejelenetű műszerrel. Rátettem, de a másik fetes műszerrel nem működött, csak az egyikkel. De azzal nagyon jó. És akkor így elfordítottam, csak egy egész kicsit kellett elfordítani, akkor lement 50 millivoltra fölment, eltaláltam megint így kézből, 400 millivolt, ott ültem az íróasztalomnál és fogtam a fejem. Mondom, megtaláltuk a csövöveiket. Még megvan, meg tudom mutatni. Nem hanta, behozom nektek, megmutatom, meg. Tehát ennyire működött, az a gravitációs távcsőnek volt a legelső őse, ami volt. Tehát aztán csináltam olyat, ami ugyan 400 millivoltos jelet nem adott, de más szempontból nagyon jó volt. Eltört az egyik Piezó, amit mondtál, elfáradt. Elfáradt, mert 6 megá rezgett, ez még nem rezgett az első, az nem rezgett. Aztán már később elraktam oszcillátorba, akkor nagyon jó lett, mert egy 10 voltos jellel könnyű dolgozni. Hát 10 voltos jel, 10 voltos rezgett egy C-mos. A 10 voltos Benga nagy jel volt benne, és a Benga nagy jel, de a legkisebb változást nagyon jól látszott. Harmonikázott össze-vissza, nagyon jó. És akkor már abban lehetett, hogy milyen jel jött, azt én nem tudtam, csak hogy jött vagy nem. Azt még nem tudtam, hogy milyen jel, mert ott még nem frekvenciára nem néztem én. Se löketre, se semmi, hanem csak valamilyen jel jön. Mert bele is vittem egy osztóba, egy C-mos osztóba, és akkor csak az, hogy ide-oda túlizik egy jel. De az már nagyon szépen mutatta, hogy igen, irányérzékenyé vált, a végén már, amit kifejlesztettük, az már 100 fokra irányérzékeny. Hozzáteszem, hogy egy Young antenna 27 fok nyílásszögű, mondjuk ilyen. Ez meg 100 fok, mint a kinézet egy golyostól betétet. Tehát olyan, nagyon jó működik. Hát a napot még 50 pontra el tudom mondani. Az nagyon jó. Vagy a holdat, mert az is körülbelül ugyanakkor az égen, de a távcsőnek is. De érdekes, hogy a Jupiter, messze nagyobb jelet adott, legalább két és félszer akkora jelet adott, mint a Hold. Tehát a Jupiter egy sokkal nagyobb zajt adott, persze, mert a Jupiter egy bázi nagy bolygó,
messze van ide, háromszor olyan messzire van, mint a naptól, mint a Föld, legalább, de, vagy még messzebb, de az a lényeg, hogy nagyon nagy, hát 13-szor egymás mellé rakod a Földet, akkor az átmérője. Hát nagyon nagy bolygó. Hát mi ahhoz képest ilyen kis porba pukkantó törpék vagyunk. Tehát mi a nagyságról nekünk nincs is elképzelésünk, mint a hangyának a katedrális. Nem értjük. Az univerzum nagyságát érted, azt hiszed. Hát olyan végtelen nagy. Tehát végtelen nagy. Tulajdonképpen az emberiség, ha nem lenne hülye, már rég elhagyhatta volna a naprendszert, de hülye. Tehát ölik egymást, és minden másra van pénz, csak tehát fegyverre megy a pénz, meg mindenre, ahelyett, hogy vinnék előre az emberiséget, meg mindent. Tehát olyan végtelen nagy az univerzum, még a mi galaxisunk is. Gyerekek, a fény az egyik oldaláról a másik oldalra 100 000 év alatt ér át. A fény fénysebességgel 100 000 év alatt. A mi galaxisunk, de milliárd ilyen galaxis van, mint a miénk. És azok is baromi messzire, millió fényévekre vannak egymástól. És iszonyatosan sok. Tessék, parancsolj. Azt szeretném kérdezni, hogy a Jupiter, ugye azt mondják, hogy gázból. Viszont, hogyha, tehát a gáz... Az van szilárdmagja. Azért kérdezem, van. Hogy mekkora bolygó van benne, és hogy a gáz az tud akkor a gravitációs... Még kijelentéseket nem tudok tenni, ahogy kész lesz az űrszondánk, ami oda megy és megnézi. Azt hiszed, hogy viccelek? Nem, nem, csak hogy akkor a gravitáció van, ugye, hogy a gravitációs távcső erősen jelzi, a gáz igen. Képes akkor a gravitációt adni? Nyilván. Őrült mennyiség, a nap ugye az csak gázból áll. Igaz, hogy majdnem 1,5 millió kilométer az átmérője, tehát a nap az nagyon nagy. A Föld meg 12.700 kilométer, az meg 1,4 millió, na jó, tehát majd 1,5 millió kilométer a nap. És a naphoz képest ugye, a nap is csak egy hidrogén meg hélium. Hát vannak benne más elemek is persze, de hidrogén meg hélium. És ott a Föld mérete az az egy pixel, a legnagyobb vörös óriáshoz képest az a kis létszal ott az írás alatt, az a kis fehér pont, az a Föld mérete, és ez a legnagyobb óriás, tehát a Földet merítezed, az nem is látszik mellett. Tehát akkor őrületes nagy a különbség. Tehát a nagyságról nincs semmi elképzelés. Az átlagember azt se tudja, az amerikai átlagpolgár, hogy a nap körül kering a Föld. A fele nem tudja, hidd el. Komolyan nem. És azt hiszem, hogy a magyarok tudják, a magyarok sem tudják. Ilyen rettentően jól öltözött anyusok, voltak ilyen műsorok, hogy ki tud többet egy ötödikesnél, voltak ilyen műsorok. Az ötödikes gyerekek úgy megverték a szőkenőket sorban, hogy csak úgy zörgött. Pedig azoknak mit tudom, ilyen papírjai voltak már, hogy milyen nagy ész. Az közben most sem vett. Nem tudta, hogy Európa az egy ország. Szóval ilyen kérdéseket tett volna. De komolyan, nem vésem. Láttad, ugye? És nem kamozok. Fogalma, lila ködje nincsen semmiről. Egész nap ezt csinálja, borikálja magát, az kész. De olyan üres fejű, hogy sírva fogadsz. Volt nekem nagyon jó szeretőm, aki gyönyörű szép nő volt, de olyan üres fejű volt, hogy nem bírtam ki 3 napig. 3 napig nem bírtam ki. Gyönyörű nő volt, de 3 nap alatt már ki voltam borulva tőle. Olyan mérhetetlenül sötét volt a fejében, a pupilája, tudod, sötét, és belül a fejében sötét van, ugye lehet látni, mert a pupilája az is sötét. Tehát olyan mérhetetlenül buta volt, hogy nagyon jó csaj volt, mindent jól csinált, csak ne szólaljon meg, akkor véged volt, pusztultál el. Tehát akkor a mérhetetlen ökörséget össze tudott hordani, hogy sírva fakadtam tőle. Nagyon szép nő volt. Igen, hát abból élt, hogy szép. Tehát abban mindig így tudott érvényesülni, hogy szép. De az a szépség elmúlik. Igen. A csúnyaságnak van egy korlátlan nagy előnye. Megmarad. Nézzetek rá. Sőt, fokozódik. Ez bizony így van. Őrült nagy előny. Tehát nem kell az vergődni azzal, hogy te csúnya vagy. Az megmarad, nem kell félni. Én azt hiszik, hogy én így kitövetem magam szilikonon, ilyen buci szajt csináltatok, kitövetem szilikon zsírról a pofámat, akkor én majd szép leszek. Hát dehogy, hát nézd rá, vannak ilyen rémek. Az internet tele van ilyen rémségekkel, hogy ilyen buci szajon. Tehát ilyen
Fődakasztja a száját ilyen izékkel, hogy ilyen nagyon szexis legyen, de olyan randa, hogy ó, úristen, fölszalad a, lemegy a ványába, fölmerekül a szén. Ó, szörnyű. Na, van-e valamilyen kérdésetek? Piezos jó volt, igen. Tudtunk beszélni. Gondoltam, hogy ha lesz is egy ilyen űrszonda, akkor rá kéne tenni. Az űrszondán lesz ilyen, igen, mert azzal fogjuk távvezérelni. Ez már működik, szóval. Működik, csak nem mondom el a részleteit, bocsássatok meg, mert akkor nem biztos, hogy működni fog. Se az űrszonda, se én. Tudod, ha biztos, hogy működik, akkor már nem biztos, hogy én működök. Tudod, ez ennyi az egész. Komolyan, tessék látszol. Ha esetleg visszanézem a Földön egy kamera az űrszondáról, ami akár egy fél hónappal arrébb kerül, igen, akkor már kész is lenne a kronovízor. Hát ha hiába nézel vissza a Földre, mert nincs olyan távcső, mondjuk egy fél hónap távolságból a Föld már nem is látszik, még egy nagyon jó, ilyen 6 méteres tükrös távcsőben sem látszik a Föld, már csak egy ilyen kis, nem is tudni már, egy ilyen nagyon halvány kis pontocskának. Ott visszanézni a jövőt nem igen tudom. A múltat se. Ha volna egy olyan vevő, ami a gondolatokat veszi, meg a létezés hullámokat veszi. Egy olyan vevőd volna, az nem kronovizor, az egy másik történet, de hasonló. Az, ha elmész 100 fényévre, és visszanézel, mit látsz? Az első világháborút. 17-ben, 1917-ben a második világháború dúlt még. Az első világháború dúlt még, ugye? Tehát azt fogod látni 100 fényévről. Nem fogod látni a mostani életet itt, mert 100 fényév, még 100 évnek el kell tenni, még az a kép, az a hullám odaér a te műszeredhez 100 fényév távolságba. És akkor fogod látni, de akkor itt már 100 évvel később van a Földön. Tehát az benne az őrület. És ugyanez az alapelve a világ működésének. Tehát az alapelve az pont ugyanez, amiről most beszélünk. Mert a teremtő, amikor visszakanyarodik magában, meglátja a saját képét, ami gömbszerűen árad szét belül. Állandóan árad szét, az nem kell árasztani, az mindig jön, mert létezik. És ez a szétáradó kép hordozza az ő létezését. És a pillanatnyi képét hordozza. Igen, csak hogy a pillanatnyi képe már innentől idáig elment. Ugyanúgy, mint hogy te engem nem a jelenbe látsz, csak azt képzeled, hanem egy közeli múltba látsz engem, mert még innen a fejemtől elmegy a szemedig a fény, meg vissza, hát még a gondolatod jó lassan ott feldolgozza, hát mert azért nagyon lassú, gondolja a reflexre, amikor ráütök a térre, de azt mennyi időm van rendül egyet. Az idegpályák azok lassúak ahhoz képest, de feldolgozod, hát már nem a mostani énemet látod, hanem egy közelit. Nagyon érdekes ilyen időutazásosokat játszottunk a visszacsatolt kamerával. Éppen itt van a Steglaci. Itt vagy még? Már elment. Az előbb még itt volt. Ja nem, ott ülni. A lényeg, hogy ővele játszottunk ilyen visszacsatolt kamerával, és képzeljétek, kijött a Yin-Yang jel. Úgy, ahogy a Yin-Yang jel ábrázolva van. Pont úgy kijött a Yin-Yang jel, és a két pont is benne volt. A két pötty is benne volt. Úgy kijött. Semmi elektronika, semmi számítástechnika nem, hanem csak így ráirányítottuk az üres tévére a kamerát, elindítottunk egy fényimpulzussal egy folyamatot, aztán már semmi. Tehát nem tettünk bele semmilyen képet, nem. És mégis kijött a Yin-Yang jel, de tökre úgy, mint ahogy az ábrázolásban van. Hát eldobtuk a hátast. És mi volt az érdekes benne, hogy a kamera 180 fokba fejre volt állítva. Akkor jött ki. Aztán utána eljött meg én hozzám, hogy majd még kísérletezünk, aztán legalább két órát, három órát szórakoztunk vele, mire megint meg tudtuk csinálni a Yin-Yang jelet. Nem volt egyszerű megcsinálni. Mindenki jött, csak az nem. Tehát egyszer sikerült. Először, aztán hosszú ideig nem, aztán megint csak sikerült. És nagyon örületek voltak benne. Tehát nagyon örületek jöttek ki benne. Például olyan, hogy volt három színes paszni a képernyő, a színes tévével csináltuk, vagy színes kamerával. És még ilyen Delta TV, az én régi Delta TV-mel csináltuk, ott ilyen pöttyök voltak, nem vonalkák voltak a képernyőn.
és a régi pöttyös tévével csináltam, mert azt a nagyítóban megnézted, akkor ilyen színpöttyök voltak. Na, és az a lényeg, hogy, hogy ott is az volt, hogy volt három színes pacni. És ott beszélgettünk, az a pacni az ott ült a sarokban. És akkor a hülyeségből így elkezdtem bedugni a kezem a képernyő elé, így beúszta a hasát a pacni, így kikerült az ujjamat. Az ujjamból ilyen fények sugároztak kifele, ahogy ott dugtam befelé, és egyszer csak fogta magát a pacni, és átrohant az átlós sarokba. A nana. Ugye emlékszel arra, hogy elrohant a kéz? Szinte élt. Szinte élt. Teljesen érdekes volt. Csináltak a németek, hát milyen volt. Fölvettük a kapcsolatot valami német egyetemmel, akik ezzel foglalkoztak. Lelkesen küldtek nekünk egy videót is, minden küldtek, hogy mit csináltak ők. Nagyon jól csináltak. Nekik kicsit több volt a hozzáférésük, ugye? Mi volt? 5 kamera, 5 monitor. Nem egy kamerával, és egy monitorral, mert nekünk az is már jó volt, de hát ugye 5 egyforma tévé kellett volna, meg 5 egyforma kamera, de teljesen egyforma, azzal jó volt. Itt van, így ilyenek jönnek ki belőle. Nézd meg! Ez állandóan 20 évvel ezelőtt. 20 évet csináltuk. Állandóan forogtak, kavartak ezek, ez nem ilyen állókép, ó, ez egy hemzsegő, nyüzsgő, csak ez egy állókép belőle, de ez egy hemzsegő, nyüzsgő kép, és nagyon érdekes dolgok jöttek ki, de a német egyetem mit csinált? 5 kamera, és az első kamerának a képét a második tévére rakta, a második monitorra. A másodikat a harmadikra, és az utolsót vissza az első. És mi volt rajta? Képzeld el, zöld sejtek jöttek ki, ilyen, olyan, mint a fűszálnak a hosszúkás szállító sejtjei, és sejtmag volt benne, és nyüzsgött. Úgy, mint a mikroszkóp alap. Sejtek keletkeztek. 5. 7 szög van benne, 7 szög. Nagyon is, 7 szög van benne. Nagyon-nagyon érdekes kísérletek voltak, ezek is úgy jöttek ki, ez a kép is. Itt volt egy felirata a tévén, vagy monitoron, és az így jött ki, hogy egy ilyen spirál rajta, ez is egy olyan kísérletnek az eredménye. Rengeteg sok ilyet csináltunk a Lacikával, aki Erik. Csináltunk nagyon, mert hogy Lacika is csak azért. Régen Lacika volt, most Erik. Tehát Herr Stein. És az a lényeg, hogy ez az idő visszacsatolás, mert ez tulajdonképpen az, ugye? Mert hogy a kamerától, míg elért a tévétől a kép elért a kameráig, végigment a dróton, aztán végigment az elektronikáján a cuccoknak, visszajött. Megint fölvettük a képet, megint visszajött, ez így működik, és így egy nagyon érdekes dolog lehet jutni. Az is érdekes volt, hogy a nagyítás függvénye volt, hogy a jövőt látjuk, vagy a múltat. Az nagyon érdekes volt, mert a jövő nagyon a múlt, vagy látni szeretted volna az időt. Ez maga az idő, csak vedd észre, hogy nincs kétszer ugyanaz rajta, ez folyamatosan változik. Miért? Mert az éteri zaj folyamatosan modulálja az egészet. Na most, hogyha ezt tudjuk képpé alakítani, hogy az éteri zajban ki tudjuk választani egy szelektív valamivel azt, hogy a másik távoli bolygónak az ottani Katica bogár által kibocsájtott hullámtereket most itt tudjuk detektálni, mert itt vannak, csak egy megfelelő vevő kell hozzá, akkor tulajdonképpen nincs titok a világegyetemben az összes bolygót végig lehetne nézni. Mert hogy a hullámai annak, ami elterjedt idáig, az már itt van. Persze nem a jelenét fogjuk látni, hanem csak a múltját tudjuk látni. Miért? Mert ahogy te sem látod az én múlt, csak a múltamat, én azt... Na de, hát arra gondoljál, hogy a Plutót már 6 órával később látod. Tehát a Plutónak a képe 6 óra alatt ér ide a Földre. 5 egész valamennyi van. Alatt ér ide a Földre a Plutó. Az pedig még a naprendszerben a külső bolygó. Hol van itt még a legtávolabbi csillag, vagy tudom én. Na itt van egy ilyen időalagút, jól lehet látni. Ez egy monitor és egy időalagút, látod? Ez egy abszolút időalagút. És ez így működik. Ezt te is meg tudod csinálni, van egy kamerát.
gyerekek, hát ez nem egy nagy dráma, most már mindenben van kamera, hát ez nem egy nagy dráma. Csak össze kell kapcsolni a monitorral, egy szutyok webkamerával működik. Avval a 3000 forintos szutyok webkamerával is működik, vagy 2000 forintos. Működik, csak a képernyődre oda tartod, és a megfelelő távolságban tudod fókuszálni, meg, akkor ilyet kapsz. Fantasztikus. A tükör is ugyanilyen, mikor két tükröt. A tükör is, nagyon jó volt, amit mondasz, a tükör is ugyanilyen, a két tükör közébe állsz, ott nincs technika meg ezért, csak beállsz a két tükör közé, és látsz egy ilyen végtelen sorozatot magadból, ami egyre távolabb lesz. Milyen érdekes, egyre kisebbnek látod magad. Miért? Hát te nem mentél messze. Igen, de közben ő neki meg kellett tenni az utat, és meg fog változni a látószöget. Miért? Ezen gondolkodjatok el. Mert időben távol vagy tőle. Bizony. Fantasztikus. Fantasztikus. És ez működik. Is jöttek. Mit? Fraktálok is jöttek. Fraktálok is abszolút jöttek kifelé belőle. Olyan fraktálok, hogy csoda. Ez egész egy fraktál, csak ilyen élő, nyüzsgő fraktál. Fantasztikus. Nagyon jó. Még 20 év játszottunk ezzel. Több is annál bizony. 22-23. Még a Berci kis két éves volt, most meg 30. Mit? 20 éve. Hát igen. Hát bizony, majd 30 éve, 25-30 év között való. Tehát fantasztikus, nézd meg, így néz ki, ha mozgatod a kamerádat. Látod? Itt elfordítja, azért csavarodik. Fantasztikus. Ez játszátok el. Tényleg nagyon egyszerű. Játszátok el. Ne lustáskodjatok. Próbáljátok meg. Amikor lézerrel próbáltuk, az is érdekes. Lézerrel milyen érdekes volt. Teljesen más jött ki a lézerrel, mint ha egy zseblapával világítottam meg. Cigaretta. Még akkor magoztam. És a cigaretta parázssal indítottam el a folyamatot. Tök más volt az eredmény. A lézerrel csináltam, megint más volt az eredmény. És hogyha egy ilyen zseblapával, gyertyával próbáltuk, mindenre próbáltuk. Megint más volt az eredmény. Fantasztikus. Teljesen más lett az eredmény. De miért? Hát csak fény. Azért ott még van abban a fényben valami, amivel érdemes foglalkozni. Ez egy rettentő érdekes kutatási téma, mert az időnek a kutatása. Már akkor is csináltuk ezelőtt 25-30 éve. Tessék, vagy csak. Ez azért már kapcsolódik. Tehát az én időgép elméletem az körülbelül úgy néz ki, hogy egy kvantum szétválasztással ketté irányítjuk a fényt, az egyiket is külöljük ide a falra, a másikat meg beletekerjük egy olyan hosszú fénykábelbe, ami mondjuk egy másod, 15 másodpercig tekerjük. Igen. Nagyon hosszú lesz. Ami kijön a végén, vagy 15 másodperc múlva, azt mondja, én 15 másodperc múlva elkezdem polarizálni, kiszintesen vagy függőlegesen. De azt én már most a jelenben 15 másodperccel korábban nézhetem a falon, hogy viszintesen, vagy... Hogy 15 perc múlva, hogy fogod korrigálni? Igen. Ez így működik. Nem. Nem, mert ugyanannyit kell menni a falon lévő fénynek is. Na, itt van egy ilyen fraktálutazás, nézd meg. Így bele lehet menni ebbe a fraktálba, és így bele lehet menni. Ilyeneket láttunk mi a képernyőn, rengeteget. Ezt egy másik monitorral vették föl, mint amivel csinálták. Nagyon érdekes. És a nagyítás is ott van benne, ez a zsú-zsú, ez ebből a képből jött ki. Csak a nagyítást elkezded változtatni, rázumolsz, és teljesen ilyen őrült, ilyen száguldás lesz meg, mész benne, forogsz, fantasztikus dolgok jönnek ki belőle. Olyan jókat játszottunk vele, éjszakákon keresztül, mert csak sötétben jó volt ez, úgyhogy csak éjszaka lehetett. Lekapcsolt lámpánál, ott játszottuk vele reggelig. Meddig világosodott, addig csinálni. Biztos egyébként, hogy ez hanggal is meg lehet, tehát mikrofonos. Hanggal is biztos meg lehet csinálni. És még nagyon sok érdekes dolog van. Gravitációs hullámokkal is meg lehet csinálni, mert az is csak hullám, világ. Na, abból már aztán érdekes dolgok fognak kijönni. Na, nézd meg, hogy mik jönnek ki belőle. Ez a Lockheed Martinnak a hivatalos weboldala. Ez a jelen és a jövő katonai kutatásai. Na, látod ezt? Ez repülőgép rendszereket gyárt. Hát nem csak, mint látod, nem csak az gyárt, hanem olyan katonai kutatásokat csinált, hogy az idővel kísérleteznek, látod? Mert azon kísérleteznek, hogy teleportációt hozzanak létre, csillagkapu. Tehát ami a mesefilmben ott van, a csillagkapu mesefilmben ott van,
azon nagyon dolgoznak a valóságban is. Később már nem kell semmit magyarázni, hát csak úgy, mint a csillagkapuban, nem kell magyarázni. Akkor már csak így rámutat, hogy tudod, látod a csillagkapuban? Na olyan. Csak ott még, itt volt ilyen csillagkapus film, meg ilyen volt már itt, mi volt az a kapcsolat, vagy mi volt annak a címe, amikor egy csaj, egy ilyen oktaideres ledobtak, ilyen három forgó akármi között. Kapcsolat. Igen, az volt a címe. Ott is egy 3D-s megoldás volt, és egy milliómos segített a csajnak megfejteni. Na, a lényeg az, hogy ő lett aztán az, aki az utazott ebből a furcsa időgéppel. Azt az egész csak annyi volt, hogy ledobták egy toronyból, egy ilyen, mit tudom, 100 méter magasról, ledobták a 100 métert a vízbe. Ez volt az űrutazás. Átment egy ilyen forgó hegzán, ilyen boszorkány hegzán. És amikor átment rajta, akkor utazott. Na, de ő az volt az érdekes, hogy nem tudtak elszakadni maguktól, mert hogy ilyen stringeken rohangált, tehát ilyen cipőfűzőkben rohangált, hogy elágazás volt ott egy kicsit, megállt, aztán tovább száguldott, aztán megint megállt, és akkor nézett kifelé, akkor megállt egy csillag mellett, akkor megint tovább száguldott, szóval ilyen nagyon be akarták a csodákat mutatni. Csak tudod, hogyha valaki őrületes sebessége mozog egy mechanikus űrhajóval, aztán tényleg megáll, nem tudom, hogy tudod-e, a kenős lesz a falon. Így van, kenős lesz a falon. Tehát arra gondoljál, hogy csak százal nekimész, ami semmi, nem fénysebesség, vagy nem, csak ilyen 100 km órával, az meg 300 ezer km órával, kettő között érzed a különbséget. Nekimész a 100 km órával egy ilyen betonfalnak, akkor ilyen krém lesz a kocsi a szélvédőjén, így fölcsapott, és pff, ennyi volt. Nem igen lehet azt megúszni, még ha szemben robban a ütközésgátod, akkor is még kicsi az esélyed. Igen, hát, mint az nagyon jó volt, az a Mercedes-es Pali, aki öreg lány ilyen járda szélén ájúzott, az emlékszettek arra a filmet, az nagyon jó volt, ki volt az interneten sokáig. Egy öreg nyanya állt a szatyorról, ilyen csöves szatyorról a kezébe, és ilyen 30 fokos szögekben bedőlt a járdáról az út felé. Így aludt. De nem esett aztra, csak így ájúzott. És akkor ott megállt a zebránál a Mercedes-es Pali, vagy nem is tudom milyen kocsi volt, valami drága autó és sportkocsi, nyitott sportkocsi, megállt a Pali, és akkor várt egy darabig, türelmesen várt, aztán megunt a rádudát az öreg asszonyra, és akkor egyszer, nézzétek meg, nagyon jó, nagyon édes, ott ájúdozik az öreg lány. Fölébresztettem a rádudát, erre bevágnék ki egyet az elejére. Anyádat dudás, durra pofájába robbant a Palida! Nagyon jó! Anyádnak dudás szerint, és akkor dur! Tessék, parancsolj! Az UFO kongresszuson hallottam, hogy Gagarin nem volt a világűrben. Lehet, mert egy papírról olvastam, hogy mit látott, úgyhogy az oroszok hazudni csak pontosan szépen, ahogy a csillag vagy az égen, úgy érdemes. Igen, hát szóval voltak ilyenek. Sok halottja volt ennek az első űrkutatási zónának, nagyon sok halottja volt. Mindenhol, az amerikaiaknál, mindenhol. Az oroszoknál is nagyon sok halottja volt, csak nem beszéltek róla. Tehát megégtek, űrhajósnő megégett, megsült az űrhajóba, ordítozott Olaszország, az olasz rádiomatőrök vették az adását is, mert még nem volt titkosítva, és akkor vették az adását, és akkor hogy ordítozott, hogy meleg van, jaj de szörnyű, segítség, jaj de meleg van, mert már belépett a légkörbe és forró volt már, de meg is halt. Tessék, Lancsa! Színesbőrű nők végezték a NASA részére akkor a röppája számításokat papíron. Igen. És nem engedték be őket akkor a bőrszínük miatt a vezérlő terembe. Igen. És akkor volt probléma, amikor hirtelen változtatni kellett a röppályán, és ki kellett volna számolni. Csak hülye volt hozzá mindenki. Nem volt még számítástechnika, utána az IBM-nek a gépeit vitték be az űrkutatási programba, de akkor viszont nem volt, aki programozza, és ezek kezdtek el először tanulni IBM gépeket programozni, és így jött létre azt hiszem egy... De az még akkor alattas munka volt, ugye ilyen programozó, de hát most már az milyen menő.
Hát akkor még ilyen alantos dolog. Féltek attól, hogy elveszi a manuális számítási munkahelyüket. A tekeretjű számológépeket elrontja is. És megtanulták. Volt a humánokban egy ilyen dráma, volt bizony. És megtanulták a számítógépet kezelni, és ők voltak az első számítógép kezelők a NASA-ban. Aha. Ez egy idei itt film. Egy idei film, igen, most éppen. Erről szól. Erről szól. És az egyik űrhajós, a fő űrhajós, nem tudom a nevét sajnos hirtelen, addig nem volt hajlandó beszállni az űrhajóba, ameddig telefonon személyesen az egyik matematikus számítóval nem beszélhetett, és az nem erősítette meg, hogy ő kiszámolta azt a lőpályát, ami ő tényleg vissza fog jönni és nem hal meg. Aha. Na, és ez a megalázó, hogy egy négerrel beszélt, ugye? Jó, tehát a hülyeségnek mindenféle fokozatai vannak. Hát ez is az egyik. Igen, ez is az egyik. Aztán a végén már eznek nem volt akkor a jelentősége. Először ez mennyire fontos volt. Azt kiderült, hogy hát nem olyan fontos ez. Na, van-e valami kérdésetek? Mert hogy még van 20 percünk. Tessék, parancsolj! Azt szeretném kérdezni, hogy amit nekünk tálalnak, hogy jártunk a holdon, képtelenség, tehát egy rakétával nem lehet szemben járhattunk, de akkor mivel? Járhattunk rakétával is a holdon. Abban indulok ki, hogy a holdnak ugye egy harmada a gravitáció, onnan is el kell szabadulni, meg le is el is szabadul, de ott hagyta egy részét, a nagy részét ott hagyta a holdon, a holdkom. Az alját ott hagyta, arról felszállt. Tehát a súlyát is ott hagyta egy nagy részének, az üzemanyag elfogyott belőle, aztán azt már nem cipelte magával. Ott hagyták a holdjárót, autót, és így tovább. Ez a Marsra való első leszállás. És már itt, amikor a Marsra leszállt a 62 vagy mennyi volt, ez már a Marsra való leszállás. Azt nézd meg, hogy fordul vissza, azt érdemes megnézni, mert ez nem egy törnyővel száll le, nézd csak meg! Ez repül a Mars fölött, mint egy repülőgép. Kék az ég, na arról ne is beszéljünk, látod, olyan kékes színű az ég. És mit csinál? Itt már nagyon sziklás, forduljunk vissza, és 180 fokot fordul, hogy nem csúszott le szárnyal ebbe a híg légkörbe, és visszamegy a régi terephez, és ott leszáll. Ez a Marsra való első leszáll. Hát persze nem biztos, hogy ez az első, ez csak ez maradt meg, vagy ez került ki. Mert már a németek csináltak olyan űrhajót, amivel már elhagyták a naprendszert. Tudod, hogy mennyi a hazugság ebben? Iszonyatosan sok. És tényleg elhagyták. Mert a Betelgeuse-hoz mentek el. Ugye? És az már nagyon messze van, ám az 100 fényévnél több, az nagyon messze van. És ez nem rakétával. Tessék, és nem rakétákkal. Ugye már akkor megvoltak a térugrásos űrhajók, de hát másképp nem megy el. Hibernálás, felejtsd el. Felejtsd el azokat. Tehát ezek csak ilyen görcsös materialista hülyesége. Ugye, hogy fénysebesség, és akkor mennyi üzemanyag kell, és ezek görcsös materializmus. Térugrással mennek. Térugrás a nem tér, nem időben teszik, ahol nincs távolság és idő, egy speciális technikával. Itt eltűnik a térből, ott meg kijön a térbe máshol. Ennyi. És ez már megy ez a technika, itt most is megy. Tehát azóta még mindig megy. Tehát itt is kísérleteznek ilyen teleportáció. Az amerikaiak az egyik nyugati part, keleti part között már régen közlekednek így. Az igaz, hogy csak nagyon speciálisan kiképzett és nagyon speciálisan válogatott delikvensek bírják ki ezt. Mert nem bírja ki akárki. Hanem nagyon speciális. Tessék, Marcsak! Elon Musk, a Tesla Corporation-nek a vezetője, két héttel ezelőtt tartott egy tájékoztatót, amiről arról beszélt, hogy annyi olyan mennyiségű információ birtokában van már az ember, hogy az emberi agy, illetve a tudat nem kép, tehát nagyságrend, a valódi értelemben vett nagyságrendet kell, kevesebb adatot tud feldolgozni, mint ami rendelkezésre áll, és hogy ezért szerinte az emberiségnek kiborgá kell válni. Ennek van jövője, van veszélyei? Ez egy materialista hülyeség, mert hogy a lelked 5430-120 éves életre elegendő. Tehát a lelkedbe
120 éves életekből 5430 darab elfér egymás mellett, akkora tárterület. De ez minden tudással együtt. És teljesen mindegy egy számítógép. Ez olyan, mint hogy az agyadnak mekkora területét használod. Na, apám, te nem értesz a RAM területhez, mert hülye vagy hozzá, mint a sár. Mert hogy a RAM területen mennyit használsz a RAM-ból? Mindig 100%-ot használsz. Mert a refresh jelen, frissíti az egész RAM-ot. És visszaírja állandóan. Vagy ugyanazt az adatot, vagy egy másik adatot, de állandóan frissíti, mert különben felejti el fele. Már egy-két másodpercig talán nem felejti el, de már két másodpercig elfelejti. És ezért állandóan újra kell tölteni bele az adatot. Vagy ugyanazt, vagy egy másikat. Ez a lényege. Van egy speciális kapurendszer, a kapurendszeren keresztül behozod az új adatot, vagy nem hozod be, akkor visszaírja a régit. Így működnek a RAM-ok, legalábbis így működtek régebben. Ez szinte 10-12-en több információ tárolódik a tudatban, illetve a lélekben, mint amennyit mi a hétköznapok során használunk. Ez mivel magyarázott, hogy mondjuk egy három oldalas szöveget, azt kívülről nem tudunk megtanulni, de vagy csak nem. A nehézség. Te nem tudsz megtanulni. Én igen. A legtöbb ember nem tud. Ja, hát hülyékkel nem érdemes foglalkozni. Jó, hát azért gondolj bele, hogy a színészek megtanulnak mekkora, mennyi színdarabot, különböző színdarabokat. Igen, csak én a képi információra gondolok, hogy a képi információ meg ennek a több milliárdszor. Annak a képe sokkal nagyobb. Tehát itt ilyen gondolkodnak, ilyen mesterséges intelligencia, én egyébként mesterséges intelligencia fejlesztő cégnél dolgoztam, csak úgy mondom. Tehát a végén onnan mentem, onnan lettem egy egyházi vezető. Na és az a lényeg, hogy mert ugye a lelket kutattuk, de mert hogy kiderült, hogy jó van, csináljunk mesterséges intelligenciát, csak egy nagy rohadt baj van, de nagyon nagy baj. Nem tudjuk, mi az intelligencia. Akkor hogy csináljak én tábori fa intelligenciát, hogyha nem tudom, hogy mi az igazi? Tehát nem tudom eldönteni, mi az, hogy intelligencia. Nem az IQ, az biztos. Az biztos. Ugye akkor a Winchesterem sokkal okosabb van. Egy 3 terás Winchester lever engem. Hát lever, már ilyen adatbázis szempontjából. Tudom én. Tehát, hogy én a saját nevem is néha gondolkodok, nem, hogy mások nevét, de nem megjátszásból elfelejtem, nem foglalkozom vele, kész. Ami fontos, azt meg tudom, amit nem, azt nem tudom, azt eldobja, kész az agyam. Tessék, Marcia. Ma mit mondanál, mi az intelligencia? A gondolkodás képessége, vagy a megértés képessége? A komplex, nagyon komplex az intelligencia. Tehát nem csak az adatbázis az intelligencia, mert valaki fújhatja a történelmet, az irodalmat, az még nem biztos, hogy intelligens. Tehát meg is érti. Ha meg is érti, de még ha verseket ír, meg zenét szerez, meg minden, akkor már egy fokkal jobb. Ha csak le tudja utánozni, az a magnó. De az, hogyha visszatudja, jobbat tud fejleszteni, mint ami volt, tehát jobb zenét ír, mint a Bach vagy a Beethoven, akkor azt mondom, hogy na, ez már ott van valahol a szerep. De a többi az sehol nincs. Az, hogy bemagolsz 3 oldalt, az semmi. Az nem az intelligencia, hanem az, hogy megírok olyan 3 oldalt, amit soha senki nem tudott elképzelni, és én megírom, az már intelligencia. Az már teremtésképesség. Tehát egy regényíró az már intelligensebb, mint egy átlagpolgár, sokkal, mert ki tud találni nagyon szövevényes történeteket, és ha jó író, akkor nagyon jókat talál. És teremteni is tud, mert aki képes megírni mondjuk egy skifit, és az alapján valaki mondjuk egy vállalatot létrehoz, és azt meg is valósítja mondjuk kutatási technológiát, igen. Az emberiségnek a jövőjét, ezt elvihet egy olyan irányba, ami... Csak hogy ha jól emlékszem, az Arthur C. Clarke volt az, aki először megmondta, hogy hová kell tenni a műholdakat, mintha. Aki egy író volt. És megmondta, hogy a műholdakat 36 ezer kilométerre kell a Földtől tenni, az egy Föld egyenlítőjével egy síkba, és akkor úgy kering a Földdel együtt, hogy mindig tulajdonképpen a Földnek egy pontja fölött áll. Tulajdonképpen, de megy baromi gyorsan, körbe-körbe a Földdel együtt, és ott vannak a műholdak. Akkor még nem volt egy sem. Akkor még tudod, a Leonardo da Vinci lerajzolta a Cseppel férfi gépet. Én láttam ilyen rajzát. Lerajzolta a vázat, a bringát, a láncot, mindent lerajzolt. Egy olyan, mint a Csepel férfi gép volt. Egy olyat rajzolt. Hoppá.
Na de akkor még mennyi száz évnek kellett eltenni, míg a fa ilyen lögdös biciklit kitalálták, ilyen gyalogulgépet, aminek két kocsi kereke volt, ilyen, vagy talicska kereke, és akkor azzal lögdöste magát az úton és gyorsabban ment. Aztán később ez lett a gyerekeknek a lögdösös kis motorja, ugye? Mert az utcán lögdösik magukat. Tessék, Marcsa. Azt szeretném kérdezni, hogy ezek akkor kitalált tudások, vagy pedig egy előző életből hozott. Nem lehet tudni, is. Ezen a Földön már volt magas szintű intelligencia, űrhajós szintű és nagyon magas szintű intelligencia. Na itt a lögdösös bicikli, tessék. Tehát... Ja, ennek már pedálja van, ez már nagyon modern, ez már modern. Na, szóval az van, hogy mi volt a kérdés, jaj? Hozzuk, igen, hozunk az előző életünkből is. Hozunk nyelv, talán nem nyelvismeretet, de hogy mondjam, rokon szervet egy nyelvvel. Én például piszok hamar tanultam olaszul, már 9 éves koromban lazán dumáltam egy kis csajjal olaszul, mert ott nagyon szerelmes voltam vele. De piszok hamar tanultam olaszul azért, mert már éltem a ókori Rómában. Pontosan nem az ókoriban, hanem egy újkoriban, de még már olaszul beszéltek, csak nem azt az olasz. És ezek a műholdak a Föld körül, meg az űrszemét, igen. Így tele van. Na most azért csak úgy mondanám, hogy az űrállomáson tartózkodni nem egy életbiztosítás. Mert egy ilyen űrszemét itt bemegy, ott kimegy. Érted? A süvít kifelé a levegő rögtön a frázba. És hogy el vagy magaddal ott, mire észbe kapsz, már nincs is, hol az űrruhám, már nem tud megmenekülni. A süvít kifelé belőle a levegő egy pillanat alatt. És nagy szarok keringenek össze-vissza, ilyen eldobott rakéta, takaró, borító, mindenféle franckarikák, döglött műholdak, rengeteg. Ott más azért a sebesség is, amiért. Mit? Más volumenitású sebességek is. Jó, nem 20 km/h. Nem már 20 km/h jön ám neked. Másodperc alatt, egy 28-at. Na, az már nagyon durva. Tehát, tele van az űrszeméttel a környezetünk, és a stacionár műholdak azok így állnak. Nagyon jó afrikai felvételt láttam róla, a gyerekek nagyon jó. Afrikában még látszik az ég, itt már nem látszik. És akkor lementek ilyen csillagász expedíció, és akkor lefényképezték az eget, nagyobbású HD képeket csináltak. Tehát jó kamerákkal mentek, fényképeztek csillagászati képeket, távcsövekkel, minden. Nagyon jókat. Képzeljétek, ilyen kupacokban ott vannak, hogy 9 fok, 10 fok, 11 fok. A műholdak, meg a döglött műholdak egy kupacban ott vannak. Ilyen 15 műhold, 5 műhold, 12 műhold, ilyen kupacokban ott vannak ezen a felvételen. És az benne az érdekes, hogy a kamerafelvételt is láttam róla, hogy a csillagok ugye azok így mozognak, mert forog a Föld. Így mennek az égen a csillagok, és ezek meg egyen álltak. Tehát az biztos, hogy azok a műholdak voltak, amelyik a műsorszóró műholdak. Ugye, mert az, ami ráállok a 9 fokra, akkor a 9 fok még holnap után is 9 fok lesz azok együtt keringenek, mert ilyen, vannak ilyen korrekciós hajtóművek rajta, hogy egy helyen próbálja tartani. Hát addig tartja ott, ameddig ki nem fogy belőle a motorkó, akkor azt mondja, hogy köszi, és a napszél elfújja a francba. Ugye, mert a nagy antennái, de egy vitorla, elfújja a napszél. A napból részecskék jönnek. A fény is elfújja, tehát a fénynek van tömege, a fékvatóknak van tömege. És azok becsapkodáskor mindig löknek egyet rajta, és akkor szépen elfújják. És merre mennek? Hát a kérdésre készültem, tudja fel? Attól függ, hogy honnan kapják a napszelet, tudod? Az attól függ, hogy hátulról, előről, nem és minden. És akkor elképzelhet, hogy egy másik bolygó környékére elcsapódik? Hogyne, persze. Addig gyorsítja a napszél. Csináltak is napszélvitorlásokat már, meg minden, persze. Hát jó sokára, de elfújja a francba őket. Tessék, parancsolj! Annak idején azt mondtad, hogy a teremburára egy csomó minden fel van tapadva. A határállomások vannak itt. Ez lehetséges, hogy emiatt, hogy a napszél ezeket az évmilliárdok során el... Amit most te kérdezel, az igazából a teremburá és egyúttal az Oortfelhő, ugye, amiről beszélnek a csillagászok. Az Oortfelhő, Oort úgy van írva, úgy keresd a keresőbe, hogy Oort két óval írják, és ez az Oortfelhő, ez bazi messze van. Ez ilyen egy fél évre vagy, szóval nagyon messze van. 100 000 AU.
itt van a képen, 100 000 AU, hát jól van. Az az AU az a nap földtávolság, ami egy szar mértékegység, ugye, mert nem egyenletes távolságban kering a Föld a naptól. Most hogy lehet ilyen mértékegységet csinálni? Jó, hát aztán csináltak ennél jobbat is később, de hát szóval igen, hát erre van, igen, hát nem annyira jó van. Szóval, és sok ilyen mértékegység van, de ez az AU speciál, hogy ugyanilyen, egy állandó gumizó mértékegység, ugye, mert a nap és a Föld egy ellipszis pályán kering, az azt jelenti, hogy hol távolabb van, hol közelebb. Na most, ha ez a mértékegység, akkor menjetek a fenébe már. Szóval, jó, hát azt mondjuk, hogy 150 millió kilométer, de ez nem igaz, mert akkor mindig körpályán keringene, de ez nem igaz. Tessék, Márcsa. Sőt, mivel ugye a nap is, a napszál is lélegzik, és hát van neki egy mozgás, amivel a csillagok villognak, igen, ami az ott felhőn kívül van, ezért még ez fizikailag van egy határa, nem, hogy kisebb, nem nagyobb maga az a az is múlva. Van. Az is van, ugye most az Imi egy olyat mondott, hogy villognak. Hát ez a villogás, ez 160 percenként történik. Tudja a büdös franc, hogy mitől. Tudni légy. Az összes csillag egyszerre fényesebb lesz, sötétebb lesz. Fényesebb lesz, sötét. Na bocsika, de miért? Tudod, mert értem, tudod, a levegő mozgás, értem, a meleg levegő, értem. Ja, nem azért van, mert akkor miért az összes egyszerre, tudod? És tök mindegy, a világűrbe is csinálja, hanem csak itt. Kimész a világűrbe, már a levegőről szó sincs. Kimész a Hubble űrteleszkóphoz. Akkor is ugyanez a lélegzés meg a nagyon ciki. Olyan, mint a lélegezni. Olyan, mint a lélegezni, azt is csinálja egyébként. 160 perces táv, egy hosszú periódus, nagyon hosszú. Több mint 2 órás, 3 órás majd periódus. És ez lélegzik állandóan, a fényerőben lélegzik. De miért? Az összes csillag. De miért? Ja, ezekre úgy elszokták, de a barnacsikos bugyikát tudod, hogy belöndösik a fotel alá, vagy mit tudom én. Hát ez különben ugyanolyan a csillagászok, de tessék valacsony. Ilyen értelemben azért nem lehet ez szinkronban, mert a különböző égitestek más-más távolságban van. Úgy van. Más időben érkezik. Úgy, ahogy mondod. Tehát valami van körül, amitől. Az a, ugye az ort felhő, mi az, ami ott tartja? Hát már mindenféle babonákat találtak a csillagászok, ugye, mert az ort felhő, az egy ilyen határa a naprendszernek, ez egy buborék, egy nagy, bazi nagy buborék. Amiben még benne vagyunk, na, és ettől sötét az ég. Ugye az Olbers paradoxon innen ered, ugye az Olbers kiszámolta, nagyon pontosan kiszámolta, hogy az összes, ha végtelen az univerzum, akkor akárhová is nézünk, mindenhol legalább csillagot kéne látni, nincs mese, mindegy milyen messzire vagy közel van, mindenhol csillagnak kell lenni, akkor kiszámolta, hogy az összes fényerőnek úgy körülbelül a teli hold fényességének kéne lenni, de az egész égboltnak. Mindig, folyamatosan. Itt van Olbers paradoxon, tessék. Hogy végtelen vagy nem végtelen az univerzum, ezt a kérdést próbáltam kiszámolni, tessék megnézni. És ezt mai napig nem tudta senki megoldani. Persze, mert ott a terembura, és a terembura az egy határ. Ez egy dimenzió határ is. Ez egy dimenzió határ. Odáig háromdimenziós ez a világ, azon túl már négy. Hát egy buborékban vagyunk benne, úszunk a négydimenziós univerzumban, mint egy háromdimenziós buborék. És ilyen buborékból összesen 5 van. Ebben a galaxisban. 5. Összesen 5 ilyen buborék. Melyik az az 5? Hát úgy, hogy melyik az az öt? Egyet ismerünk. Egyet ismerünk, amiben benne vagyunk. Tessék, parancsolj! Ezt később azzal cáfolták, hogy ezek egymás mögött vannak, így hát takarásban van mindig a mögötte lévő, és utána a gravitációs lencsével ezt viszont cáfolták. Megcáfolták a gravitációs lencsével, mert a fény így visszakanyarodik a nagy tömegek mellett. Tehát a fénynek tömege van, gömbszerű hullámtere, mert a gravitációs lencse mindegy, hogy itt jön, körbe-körbe a fénykvantum, így össze tudja fordítani az egészet, vagyis megbukott az egész fizikából, úgy, ahogy van. Tessék, Mancsa. Mi történik a teremburának megkívülkező fénykvantumnak? Nagyon érdekes, a teremburához elmész, majd egyszer elviszlek benneteket, ha jók lesztek. A táborban csinálunk majd egy ilyen meditációt, jó van? De már nem lehet jelentkezni a táborra, szóval lehet még táboranyag.
De hány hely van még körülbelül? Hát sátorral van, szerdától. Sátorral még van, szerdától még van házikó is. És egy-egy hely még van, ha valaki úgy. Igen, szóval a tömeges jelentkezésről már biztos, hogy nem lehet beszélni. Anélkül tele lett a tábor, hogy nem tettük ki a jelentkezési lapot sem, mint mindig kiraktuk. És most nem tettük ki, mert hogy azok, akik ezeket csinálták, azok mondjuk a fiunk, meg az Erdés Sanyi, meg mit, akik csinálták régen, azok elhúztak, és akkor ettől kezdve nekem meg nem merte odaadni, mert mindig összevesztünk rajta. Nem azért, mert én nem tudom megcsinálni, azért, mert mindig 6-szor meg kellett változtatni. Mikor már mindenből kinyomtattam 200 példát, akkor azt mondja, ja, itt nem jó, itt még, hát megörültem tőle. Elfogyott a türelmem, csapkodtam, kész, vége. Mondja meg, hogy ez jó, és akkor az jó. Akkor már olyan lesz, ha fené teszik is, olyan lesz. Hát a NASA-nál is van ilyen. De ott se lehet ilyen női szeszélyes izéket csinálni. Ez az ég. Látható fényben. Látható fényben. És nem látható van még. És még a nem láthatóban a fekete részekben is van. Tudjuk, annyi infravörös van még benne, tisztára annyi, mint a látható. Gyerekek, így néz ki az ég egy érzékeny távcsővel. Na most ezek a pöttyök, azok a csillagok. Ezek a csillagok, és ezek a fény, sok fényévnyi távolságra vannak egymástól. Ezek a csillagok. És ilyen messziről nézve már olyan, mint a mellette lenne, de baromi messzire vannak egymást. Tessék, parancsol. Szerinted miért ilyen kevés háromdimenziós rendszer van? Csak ennyire van szükség? Csak ennyire van szükség, igen. Annyit csinálnak, amit akarnak, de ennyire van szükség. Igen, itt kell megtanulni bizonyos dolgokat, hogy szobatiszta legyél a négydimenziós élethez. De akkor aki négydimenziós, az... Az a mennyország. Az a mennyország. Van. Mondom, hogy a galaxis lakosságának a 99%-a. Igen. Igen. Tessék, parancsolj. Infra meg a látható. Nézd meg az infrát és a láthatót. Tehát ez a látható, de még az infrában egy csomó látszik, amit itt nem látsz. A jobb oldali az infra. De ha még még tovább mennél, még infrabba, akkor még több lenne. Infra távcsővel, ilyen vadász távcsővel nézegettünk, meg volt itt nálam ilyen infra távcső. Gyerekek, lent az udvaron olyan sötét volt, le volt kapcsolva a háznak a világítása, minden. Olyan sötét volt, nem láttam a füvet. Akárhogy néztem, akkor se láttam a füvet. Ezzel a távcsővel simán láttam a füvet lenni. Abszolút. Simán láttuk a füvet. Lenéztem a távcsőt, mindent láttam vele. Ja, és reflektor nélkül. Tehát csak a fű, amit kiadott, azt láttam. Fantasztikus. Meg ilyen vadászbarátomnak a fegyvertávcsővével, ilyen éjszakai távcsővel nézegettem. Iszonyatosan sok csillag látszott az égen. Itt a postában nézegettem vele, ott volt vele. És nagyon jó volt. Tavas barátom. Nagyon, nagyon érdekes. Tehát iszonyatosan sok minden van még körülöttünk. Tehát az a lükemóka, aki azt hiszi, hogy az Isten az csak a Földön teremtett életet, hát gyerekek, miért degradálod ide az Istent? Hát, van 100 milliárd csillag, 100 és 100 milliárd bolygója, és akkor miért csak itt van élet? Hát nem csak itt van élet. Az a lényeg, hogy nem csak itt van élet. Ez csak egy iskola, ahol ki kell tanulni, hogy közszobatisztának lenni, hogy ne csinálj a sarokba, kész. Ennyi. És akkor kitanultad, és mindenből jól levizsgáztál, érettségi, akkor mehetsz innen tovább. Aztán jöhet vissza a tanítónak. Igen. Nem kötelező. De ha előbbre akarsz lépni, akkor jó, hogyha egy kis gyakorlat van, mint most az érettségi előtt. Néhány napot kell a diákoknak foglalkozni valamilyen szociális dologgal, hogy ne ilyen királyfi, meg királylány legyen, hogy életében nem csált még semmit. Hát elfogyott az időnk, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és akkor jövő héten csütörtökön találkozunk, és mikor lesz a suli, azt még mondjuk. Most lesz hétvégén. Most vasárnap lesz a suli. San Marco 49-ben, 10 órától este 7-ig. Úgyhogy lehet még jönni, hát nem fértek be túl sokan, de egy ilyen 14 befértek, úgyhogy még lehet jönni.
aki még tud felajánlani 1%-ot. Az 1%-os felajánlást is megtalálod a hunop.hu-n, ha akarsz minket támogatni. Nekem van kinyomtatott is, hogyha kell. Hát az te humán módon próbáld megoldani, én meg itt bemondom, és azt legalább 2000-en nézik ezt a naponta. 2000-en nézik, ugye kicsi hatékonyabb, mint hogy egy lobogtatsz egy A4-es papír. Ez van. Nagyon jót akar, nem azt, hogy nem akar, csak ezt úgy próbálj megoldani, én meg másképp. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és a hunop.hu-n megtaláljátok a címet, tehát ott meg lehet találni. Videóban is benne lesz. Szépen köszönöm a figyelmeteket.